érzésem, hogy valóban mint egy nagy család vagyunk így együtt. Erről szól a Magyarok Kenyere program is. Nagyon röviden annyit engedjenek meg. A kezdet 14 éve egy szép gondolat, egy nemes gondolat volt, hogy az különböző vidékeiről az országnak adjunk össze, hordunk össze gabonát, összeöntjük, megőröljük, és elkészül a nemzet kenyere. Ez a mag jó földbe hult. Ez a gyönyörű, szárba szökkenő gondolat, amelyik a magyar gazdák lelkéből fakadt, ez akkor úgy sikerült, ez az első lépés, hogy 10 tonna gabona gyűlt össze, és a kenyeret, amikor elkészítették, a megmaradt lisztet Csaba testvér árváinak ajánlottuk fel. Innen indult, és ha egy nagyot lépünk, akkor ma azt kell mondjam, hogy 1100 tonna gabona 100 000 rászorulóhoz jut el, 10 000 gazda, adományozó az, aki részt vesz ebben a programban, több mint 300 gyűjtőpont, és több mint 300 olyan szervezet, amelyik őszinte örömmel segít, csatlakozik, és részt vesz abban a munkában, hogy mindenkihez eljusson az az adomány, amit neki szántak. Amikor az új kenyér ünnepét üljük, a 15 millió magyar búzaszem ünnepét üljük, akkor a szolidaritás és a közös felelősségre is rámutatunk. Arra a szolidaritásra és arra a közös felelősségre, amely akkor is jellemezte a magyar emberek nagyon nagy többségét, amikor annyira el voltunk egymástól szigetelve és szakítva, hogy a rokonok 2 évente találkozhattak, ha megengedték. Akkor is tudtuk, hogy mi az, hogy szolidaritás és egymás iránti felelősség, amikor alig suttogva tudtunk kimondani fontos dolgokat. És miért felejtenénk el ezt, amikor most a szabad világban, amikor együtt tervezünk, és nem csak Erdélyben, nem csak Magyarország és Erdély viszonylatában, hanem a Kárpát-medencében. Köszönetemet szeretném kifejezni a gazdáknak és gazdaasszonyoknak, akik tulajdonképpen a székelyföldi társadalom alapját képezik. Köszönet azoknak, akik hamarabb kelnek fel, mint mi. Köszönet azoknak, akik hajnal hasadtától éjfélig azon dolgoznak, hogy mi minden nap tudjuk a betévő falatot az asztalra tenni. Nézzék, Székelyföld gazdasági megítélése attól is függ, hogy hány gazda van, hány gazdasszony van, és a gazdaságok hány székelyföldi embernek adnak munkát. Ezt is érdemes számba venni, őnekük is érdemes megköszönni, azoknak a munkás embereknek, akik nap mint nap verejtékes munkával dolgoznak. Addig, ameddig egymásra számíthatunk a különböző térségek, addig innen minket nem tudnak kitaszítani, addig minket nem tudnak lehetetlen helyzetbe hozni. És igen, a mi alapunk a mezőgazdaság és a természet, ennek a harmóniája.